Sziasztok, Anna vagyok, és ez itt a Zöld Szemekkel a Színház, mert zöld a szemem, nem bio, meg ilyen izék. Ez egy olyan csatorna lesz, ahol különböző darabokról beszélnék, és azokat elemezném, pontokra gyűjteném, és érdekességet is mondanék a végén. Elsősorban a Diktátort hoztam, amit Eszenyi Enikő rendezett, ezt 2018-ban mutatták be először, a díszlet. Ugye az első, amit meglátunk a színpadon, az az, hogy egy borbélynak a belső berendezéseit látjuk. A két főszereplő közt ugrál az egész díszlet. Ugye a két főszereplő az egyik az a borbély, a másik pedig a diktátor, és mind a kettőt ugyanaz játsza, ifjú Nyenszky Attila. Tudni kell erről a műről azt, Charlie Chaplin írta és rendezte. Ami plusz érdekesség hozzá, hogy a magyar filmrendező, aki kiköltözött Amerikába a háború alatt, ő beszélte rá, hogy forgassák le ezt az egész filmet, a diktátor, támogatta, és akkor leforgatták, és hát elég nagy sikere lett. Borbély, ő ugye zsidó, és az ő környezete az a gettó. A gettó az egy ilyen kerítéssel elválasztott, a kerítést azt időnként így felhúzzák, és akkor ilyen fehér átlátszó hártya van rajta, amin különböző csúnya szavak vannak feltüntetve, meg olyan, hogy éljen a Hinkel, éljen a diktátor. Ráadásul a borbély üzletére is egy zsidó hatalmas nagy felirat van ráfestve, meg egy picike kis házikó van a közepén, úgyhogy nagyjából ez a borbélynek a környezete, aztán még egyszer elkerül kórházba, ahol több hónapig kómában van. A diktátornak pedig a környezete az az ő rezidenciája Tomániában, ugye ez az az ország, amiről van szó. Általában nincs mögötte nagyon helyszín, mert egy ilyen pódiumon beszél, van, hogy megmutatják a külön szobáját, ahol a terveket szövi, hatalmas nagy, nagyon nagy asztal, rajta egy ilyen mellszoboron, ami pecsétként is szolgál, és világít a szeme, zölden és pirosan, ami szerintem nagyon menő. Bálterem és a pályaudvar is az a diktátornak a helyszíne, meg Ausztíriának a határa, amikor majd át akarnak venni, de ezt nézzétek meg, hogy sikerül elfoglalnia, vagy sem. A jelmez a borbélynak, ugye a Chaplin kinézet ilyen kicsit bohókás járás, ilyen betojt ember járás. A kalap, meg a bot is elengedhetetlen, és ugye az ilyen kis öltöny, meg a mellény. Hinkelnek a jelmeze az egyenruha, ilyen katonai. Valamikor fehér, ilyen barna-szerű is van, és elég elegánsan néz ki. Hát szerintem ez a német katonai egyenruháknak a stílusára hajt, sőt biztos. A zsidóknak ugye általánosságban az öltözékük az sötét színű, fekete, a férfiaknak elegáns cipő, nadrág és öltöny, és a elengedhetetlen kippa. A nőknek kendő, hajfonat és hosszú szoknya, térd alatti hosszú szoknya. És mindkét diktátornak, az olasznak is, meg a németnek is van Dracula köpenye. Hosszú, fekete és belül piros. A kellék, tükör, csicsás székek, pályaudvarnak a jelmezei, vonat, serpenyő, játékbabák. A játékbabáknak is van ilyen kis bajsza, nagyon aranyos. Leereszkedő színpadrész, bár ez inkább díszlet, akkor ez még a díszlethez hozzámondom, hogy leereszkedő színpadrész, ahol találmányokat mutatnak. Föld alakú lufi volt, tényleg hatalmas. És azt végig dobálják az egész színpadon, mármint a néző közönségen, és nagyon vicces. Háromszor láttam ezt a darabot. A legutolsóban már olyan türelmetlen volt a főszereplő. Lement a nézőkhöz, és bemászott az egyik sorba, hogy neki kell a lufia, mert pár pedig az övé, és övé az egész világ, és kell, és akarja, és vissza akarja szerezni, és visszaszerezte. A fényvilágítás hangulathoz igazodik, vagy kis pöttyökként terül el a színészek körül. Általában ilyen központi fény van, de amikor komolyabb hangvételű jelenet van, akkor a színészre, az adott színészre irányul a fény, és akkor a háttérben ott leoldódik minden. A játékmód eszközökkel, kellékekkel mozog a színész. Ehhez hozzátartozik a mimika, testtartás és a gesztusok. A színészi dikció, hangszín, hangsúly, hanglejtés, beszédtempó és a szünet. És ne felejtjük el azokat, akik segítenek a színészeknek, mert ugye nem csak a színészeken múlik ez az egész darab, hát ugye a rendező, akkor a díszlettervezők, a jelmez készítők és a többi. Kettőt emelnék ki, a sugó, aki ugye segít a színészeknek, hogyha elakadnak. A másik pedig az ügyelő, hogy a díszletet azt mikor, hova kell venni.
Érdekesség a darabról, ugye ezt Charlie Chaplin írta. A Chaplin család Magyarországon ezenyérkőnek engedélyezte először azt, hogy ezt színpadra hozhassák. Több mint 50 ezeren látták már ezt a darabot, ami szerintem nagyon durva, mert kb. 1200 férőhelyes a színház, és 2018 óta játszák. 19. Pécsi Országos Színházi Találkozón a Big Színház a Diktátorral indult, és be is zsebelt egy pár díjat. A legjobb 30 év alatti színész díját ifjabb Vidnyánszky Attila kapta meg, a legjobb fényterv Csontos Balázs, a legjobb színpadi mozgás és koreográfia Bóbis László kapta. Nagy taps nekik, mert nagyon jó lett a darab, úgyhogy ajánlom, hogy nézzétek meg. Sziasztok, találkozunk legközelebb, Anna voltam.